Társasága, Győr megyei Jóváros önkormányzata és a Győri Pedagógusének közös szervezésében létrejött a Kassinyát. A kórus találkozón Kodály Zoltán születésének 140. Kassai Árpád születésének 110. és Kalmas László halálának 25. évfordulójára tiszteletére ajánljuk. Külön köszöntöm Rózsa-Völgyi Lászlót, Győr megyei Jóváros önkormányzata oktatási, kulturális, sport és turisztikai bizottságának elnökét. Hasan Márta, magyar örökségdíjas könyvtáros tanár. És Koncz Zsuzsannát, Fasandíjas karnagyok, a Pedagógus Kórusok Országos Társaságának tiszteletbeli tagját. Felkérem Rózsa-Völgyi László urat, hogy mondja el köszöntő beszédét. Nagyon köszönöm a kedves szavakat. Úgy látom a teremben mindenhol fiatalat állunk, hogy engedjék meg, hogy nagy örömmel és tisztelettel köszöntsek mindenkit Győr megyei Jóváros és közösen Dézsi Csaba András polgármester úr nevében. Nagyon fontos számunkra a Pedagógus Kórusok Országos Találkozója, mert egy zenei ünnepnek éljük meg. Az ország kórus életének különleges keresztpercetét köszönhetjük ma Győrben. Azért is különleges, mert önök Richter János és Istvánfi Benedek városában vannak, és ma délután, ahogy olvastam és nagyon-nagyon örülök, hajdunánási, csurgói, hajdúszoposztói, ceglédi, szegedi és vásárosnaményi kedves vendégeit mutatkoznak be. Tudom, mert rengeteg kórus fesztivált tartunk Győrben is, hogy minden megszólaló hangban, akkor van mennyi befektetett munka, próba és energia van. Tisztelettel mért, hogy finoman fogalmazva nem túl megbecsült pedagógus kollégáknak a napi harcok során, a napi harcok után marad még energia a kórus muzsikára. Minden elismerésem, köszönöm a munkájukat ezúttal is. Milyen aktuális a háború okozta szellemi, a szomszédban dúló háború okozta szellemi, lelki bizonytalanságban Kodály Zoltán gondolata, hogy hallották évfordulót ünnepeljük. Mi is Győrbe tartottunk, hogy találkozott találban évfordulójára. Ezt mondja Kodály. A zene, lelki táplálék semmi mással nem pótolhat. Mennyire így van az, gondoljunk arra, mi mentette meg az emberek lelkét, szellemét a pandémia hónapjaiban. Nem csak Győrben, hanem az örök városában is. A zene, az éneklés. A szomszédok az erkélyen énekeltek egymásnak, közösségi oldalakon zenéket küldtünk egymásnak, Győrben zenélő udvarok jöttek létre, konkrétan azt jelentett, hogy a lakótelepen kijöttek a lakótelepiek nálunk is, és a közösségi udvarokon, mint a Kovács Margit iskola előtt, a Filharmonikus Zenekar koncertet adott, de volt olyan is, hogy kihoztak egy teherautón egy orgonát, egy templomjogát, egy lelkemusorgonát, és orgonaművész lépett fel, és az RPM, a szomszédok, az RPM álló, volt olyan terünk, ahol megszámoltak 340 erkélyi. Lelátott arra az egy koncertre, és az erkélyükről élvezték a koncertet. Biztos vagyok, hogy önöknek is van ilyen élményük a zenével kapcsolatban. Ezért aztán azt kérem önöktől, hogy szeressük az itt fellépőket, élvezzük az oly ritkán felcsendülő kórushangzát, hiszen jól tudjuk, az embereket meg lehet ismerni azon a zenén keresztül, amit hallgatnak. Hát még azon keresztül, amit művelnek. Engedjük azt, hogy bizonytalan világunkban a fellépő kórusok bevilágítsanak művészetükkel lelkünk mélyére, mert csak a zenét, a dalt, a művészetet szegezhetjük szembe a halállal, szegezhetjük szembe a szomszéd országban dúló bizonytalansággal. Hallgassuk egymást figyelemmel, kössön össze bennünket a zene, szenvedélye, szeretete, hiszen aki a zenét szereti, az sohasem lehet igazán boldogtalan. Aztán, amikor a szavaink elfogynak, és nekem már elfogytak, akkor segítségünkre siet Babics Mihály, aki most fentől örül, és hallja, hogy Győrben 2022-ben ilyen sokan ünnepeljük a kórus muzsikát. Ő így mondja, mindenik embernek lelkében dal van, és a saját lelkét hallja minden dalban. És akinek szép a lelkében az élet, azt hallja,
mások érdekében. Köszönöm.